Oswald Marika elvitathatatlan kedvence nem csak az idősebb korosztálynak, Ödög Derűjével tölti be nem csak a színpadot, hanem az emberek lelkét is. Ez a rendezvény már az adventi készülődés időszakában van, és hát lassan-lassan mi is megpróbálunk egy kicsit lelassulni, hiszen az a 2018-as esztendő is egy igen mozgalmas esztendő volt városunk életében. Igyekeztünk nagyon-nagyon sok mindent megvalósítani önök érdekében, városunk érdekében, és amikor eljön ez a rendezvény, akkor már egy kicsit értékeljük az esztendőt, egy kicsit mi is lelassulunk, és készülődünk a karácsonyra. Kívánom önöknek ez a mai rendezvény alkalmával, hogy jókat beszélgessenek egymással, hogy egy kicsit önök is kezdjenek ráhangolódni a karácsony időszakára, és akkor ennek megfelelően érezzék jól magukat, hiszen azért egy olyan vendéget is hívtunk a mai estére, aki én úgy gondolom az önök korosztályának egy nagyon kedvelt fellépője, ő biztosan mindent megtesz annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, mindenkinek áldott békés ünnepeket kívánok. Az advent az egyik legszebb és legbensőségesebb időszaka az évnek. Felkészülés, várakozás, egymásra hangolódás. Bátaszéken is felgyúltak az ünnepi fények. Én ma a szeretet kifejezésének egy apró momentumára hívnám fel a figyelmet. Valamire, amiről talán rám ismernek, és amiben én is ott vagyok. Nem kerül semmibe, mégis időnként fukarkodunk vele. Egy kis görbület a szánkon felfelé, a mosoly. Utána néztem a mosoly fogalmának, és a következő meghatározást találtam. A mosoly egy olyan arckifejezés, melynek során a szánk két végéhez legközelebb eső izmokat mozgatjuk. A szem környékén is jól észrevehető, világszerte használják, leggyakoribb kiváltó oka a boldogság. Hiszem, hogy ennek az apró kis mozzanatnak hatalma, ereje van. Ott van az arcunkon, amikor boldogok vagyunk, amikor jól érezzük magunkat, amikor süt ránk a nap. Mosolygunk, amikor a gyermekeinkre nézünk, amikor rég nem látott barátokat látunk viszont. Erőt ad nap, mint nap. A mosoly, a derű, a humor átsegít a legnehezebb akadályokon is. Nekem bevált. Akkor is jó szolgálatot tesz, amikor belül nem teljesen érezzük azt, amit szeretnénk. A mosoly viszont áthangol. Képes a lehetetlenül rossz napokat is átvarázsolni. Kívülről hat befelé, és fordítva is igaz. Úgy tapasztaltam, hogy azok az emberek, akik rendelkeznek a mosoly és a derű képességével, és ezt gyakorolják is, azokkal az emberekkel döntően jó dolgok történnek. A jó hír, hogy mindenki, minden ember, még a legszegényebb, legelesettebb emberek is rendelkeznek ezzel a képességgel. A mosoly segít, közel hoz másokhoz. Bíztatást, szeretetet ad, szavak nélküli simogatás. Szerintem igazán nagy szükségünk van rá. Fontos, hogy legyen okunk mosolyogni, hogy legyen, akire derűsen nézhetünk, és aki visszamosolyog ránk. És elég, ha csak hallunk a mosolydól, és már is mosolygunk, ugye? Én is most vettem csak észre. A boldogság ezen az ünnepen több csatornából érkezett az egybegyűltekhez. Kódi Katalin a lényéből fakadó bensőségesen szerény és kedves szavaival hívta elő azt, míg mások énekkel. Csendesség, szentségesség, szívőnök.
Az este megkoronázásaként ünnepi vacsorával lepték meg a vendégeket.